Sziasztok, sziasztok, jó reggelt! Elindultam Turbo Jéghoz. Sétálok. Forrja egy kicsit a nagyon reggeli fejemért. Halljátok, ne basszanak el, szét kell nézni. Szóval, azt beszéltük meg, hogy reggel találkozunk, és reggel videózunk. Szerintem az emberek furán néznek. Mindig furán néznek, de mert te miért? Csak egy kamerába beszélek. Tehát, hogy szerintem ez megszokott látvány. Főleg 2020-ban. Úgyhogy... No problem. Mindjárt ott vagyok. Turbóéknál. És le fog szakadni a karom. Jaj, nézzétek, pia egy kis... Hallod, ez nem is kar, ez ami láb. Ezt itt levjok már izzadva. Érzem. Kivék az élettől. Oké? Okay. Szerintem rossz helyen vagyok. Na, már látom, Turbo írt Facebookon. Megyünk a Spár elé. Az merre van? Az... Merre... Van... Kérdőjel. Itt van Spár. Bitch, please! Jaj. Hát... Nem volt egyszerű. A Netti hívott fel, hogy itt van a Spárnál, ugye a kutyát lehozta sétálni. Azt ott van, sétáltatja a kutyát. Szia! Kutya! Hello! Úgyhogy most beprivátozzuk a munkat egy kicsit. Ezt láttad már a mikropéniszt? Milyen mikropéniszt? Én! Jaj, nekem milyen mit? Jézus! Hoztam neki valami csodálatos bimbazban. Én ezt csak videókban láttam egyébként, hogy ez is oda. Úgyhogy azt tudom, hogy borzasztó, de van némelyiknek. De hogy milyen, azt nem tudom. Megszerettem ilyet. Megszerettem, de soha többet nem gondoltam, hogy még egyszer lenni fogok. Ehhez képest fényében cseszegeszed, hogy legyen egy ilyen úton. Miért? Úgyhogy vágjunk bele, szerintem nincs az ezzel semmi gond. Van benne egy-két ilyen rendkívül jó zoknízű, poppaszta, ilyen romlott tojás, romlott tej, átrogatja meg mindenféle finomság. Ez ilyen rettentő közkategória. Fika. Az jó, az még jó is. Igaz, Bisó? De jó, ez vagy fika ízű, vagy körte. Hát ez tök csodálatos. Vagy csoki puding, vagy kutyakaja. Áfonya vagy fokrém. Kivalóan említette, körülbelül 2-6 ember néz minket abból kívülről. Konkrétan egy méter tőlünk, úgyhogy ha esetlegesen a háttérben hallottok mindenféle egyéb kuncogást, egyéb témázást, vagy bármi hasonló dolgot, az azért van, mert éppen kibeszélik, hogy de jó, hogy nem ők eszik ezt a szart. Csajok ki az elsőbséget. Az kutyakaja lesz. Nem nézed. Nem, dobd vissza, csukd a szemed. Csukd a szemed, lenézd ide. Összetapítom. Ó, az a tojás lesz. Az a romlott tojás, azt már ide látom. Nem, valami jó is lehet. Na lehet, vagy az popcorn, vagy romlott tojás. A popcorn azt annyit csukok, hogy az a vezet. Meg a hányás. Honnan tudod? Meg a barackíző is ez. De akkor már minden is? Én már majdnem mindent elfogtoltam. Az tudja, hogy vagy a fogpaszta, vagy valami nagyon undorító romlott tej, vagy valami hasonló. Nem a tojás! Ina, szépen, te jössz. Hajrá. Nem, nem mindegy, de. Nem néztem oda. Én ezt a sárgát. Az ugyanaz. Hallottam, hogy roppant a cukor. Minden feles az egyet. Minden feles az egyet? Festő. Adom. Ez finom? Még nem tudja. Vagy az popcorn? Bazd meg akkor! Jó, akkor én jövök, igaz? Jaj, ez most vagy fika, vagy alma. Vagy nem lányos. Alma! Jó, kemény a cukor, a bakker. Ez nem szép. Az a kutya hús.
Kutya hús! Mai pisop menekül! Az az illetve nem is érzel semmit, csak már... Nem, mert ilyen... Ilyen gagyi cukorszaga van. Hát, ez nem csoki puding. De figyelj! Húzd el! Jaj, jaj, összerak a kettőt! Akkor kettőt meg! Azt nem! Ez a kék! Na, a romlott tojás az borzasztó undorító. Hát, egyed meg, én megettem. Nyedd le. Tudod. Csalás. Nyeljen le? Ne légy, hogy eljön. Jó férfi nyel, mi? Én még a szabadok kulyabajával. Arra baj, inkább most ezt ne értsétek félre, inkább szopogatom. Szopogatom? Ne, ura, hára rabra. Tojás. Tojás. Nem tojás. Nem tojás. Nem, mi az? Ez kapu, az egészben tojás van! De miért? A fúhú! A fika! Nem. Valaki ilyen? Te meg úgy értem. Nem bírja magát. A gyerek bírja. Hányas ízű, te milyen vagy? De cukrot nem adunk a kutyának. Szart, én neked adtam volna, látod? Nézd már, mennyire cukin kéri. Még egy tojás. Na jó. Az fika lesz, vagy lány, vagy alma, vagy nem tudom. Kérek valamit, valamit belköpkezelek, hogy hányát így. Ezt nem mondom. Én azt, a fikám az pedig gyermekeim, emlékeim szerint jobb ízmény volt, de... Milyen ízű? A fika! Hű, de jó! Tojás legyen már! Kicsit! Hello? Mozog? Na? Ez a tojás lesz! Ez a tojás! Hungarító! Az! Ez az! Tojás popcorn ízű, bishop, meg ennyi? Hú, de kell! Wow! Mondjad! Wow! 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 Kapjad még! Bekapom én! Nem merek rám rakni! Hát igen! Olyan szájszagom van, hogy érzem, hogy ebből... Az mi volt? Nem. Az mi? Ha, még csak kezdtem beleharapni. Tojás? Mi ez? Nem tudom. Megpróbálom megkóstolni a tutti fruttit, ami biztos kutat fogni. Várj, mit van? Milyen ízőek vannak amúgy? Na, ez tényleg igen. A zöld az amúgy jó lehet, a lájmos. Ó, izé... A véget, tutti frutti! Amúgy arra kíváncsi vagyok, hogy amúgy a bébi seggtörlőt, azt hogy tudják, hogy milyen az íze? Kókusz, vagy a bébi seggtörlő? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Én most kíváncsi vagyok, vagy a barack, vagy a hányás. Na, hát... Na most rosszul vagy. Amikor mi az a sem? Vagy bébi, vagy kókusz. Akkor nekem? Amúgy jól érzékeltem, hogy így hármunk harcából én voltam az, aki alul maradt, mert én kettő. Most ez egy hányás. Keményebb vagy. Én legyen. Több vér van a kucárban. Én legyen. Igen, így jártam. Ő nyeri, és én adom. Hát ez rossz volt, de jó, oké. Jó, köszönjük szépen, hogy megértétek ezt a kis fokosságot. Szösszenedre. Én köszönöm szépen a felkérést ezzel kapcsolatban. Csodás volt. Finom jó volt. Lefedelőztem a bíróságokat. Maradandó szájjelvény. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megnéztetek, legközelebb is találkozunk, és azok, amilyen apróbb vagy nagyobb finomságokat. Fábio, még van? Ezt nem mondtam. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok. Sziasztok. Asszony nevében is amúgy, csak pont telefonál. Sziasztok. Nem. Magadat? Nem.
Hello! Hogy a fény váljatok. Lehet. Le kéne törölni, gyere. Törölte. Jaj, lehet jobb. Ott van. Szemeztek. Szemezünk. Menjünk, jó? Menjünk. Hol lehet pozolom, hogy ott hozom mellettem. Elindultunk a túlhoz. Hányan mentek? Öten. Hát de gyertek. Dehogy is. Beférünk, de most például gyertek. Sziasztok. Biztos. Biztos. Ja. Hát szeretjük, hogy a saját segítségben úgy eltudni. Tényleg szeretjük, hogy a segítségben akár. Van kedved egy ilyet hozni? Oké. Okay. Tedd be a tatyomba. Kurkinyó! Figyelj, gyűlölök más táskájába belenyúlni, de engedélyt adtál, jó? És nem is túltam be, csak beleejtettem. Mint ha lenne benne pénz, mit csinálsz? Jó, nem. Anyám így nevelt, úgyhogy... Milyen szép hátulról a nyakad. Az övé is ilyen szép, csak a szakál hamarabb látszódik, mint a nyaka. Megérkeztünk. Mi van, Csocsi? Menjünk! Túra. Tájcombod? Már bács, csak az fájna. Egy kérdésem van. Na. Azért tényleg nehéz dolgod van, mert így mész, mióta sétálunk. Tudom. Tehát 20 percre így mész. Én tudod, hogy tisztában vagyok vele. Hát én szerintem eltévedtünk már megint. Vissza! Hát akkor vissza. De már hátra hagytunk egy embert! Mó! Azt mondta, menjetek meg nézni. Mó! Nem tudom, hogy megyek, drágám! Ne kaki! Ne legyél épa! Jézus, most tényleg most kaki? Hát itt találtunk egy olyan helyet, ami elég elhagyatott, és szóval az erdő közepén vagyunk, és így kezdődnek megint, mondom, a horrorfilmek. Igen, itt szerintem, amit fel akartak valakit áldozni. Mi van? Nem tudom, valami rajta van. Leszettük. Hallod? Menj már! Hát rám esett! Hallod, ne tépik a kezemet! Úristen! Mindig az utolsót fogják megölni! Ezt mindenki tudja! Úgyhogy valaki menjen mögöttem, légy szíves! Hát köszönöm szépen! Hallod, ez eszi a súsom! Eszi a húsom! Oké, köszönöm. De ez visszajött! Visszajött! Nézd, most ott van! Kici! Ja Isten, mi a faszom ez? Menjünk! Menjünk ebben az erdőből, hát minden megeszi a lábamat, a kezemet! Meghalok el, jó. Ki van a lelkem? Megint, hallod? Én van a fény, de kell közlekedni. Nem mehetnénk vissza az erdő közepén, a sötétség volt. Jó, figyelj, kimegyünk a kocsikhoz, és ott várunk titeket, jó? Most ko... Össze sincs kapcsolva, azt men okos. Jaj, de okos vagy! Valami eszi nyakamat. Valami ette a nyakamat, esküszöm. Hát mi fog szívódni a vérem az erdőbe? Köszönöm, vámpír. Már megint? Ez életem csúcspontja, sose voltam még ilyen büdös. Nos, nekem már véget ért a mókamára. Most a srácok jönnek vissza, ugyanis
nálam maradt. B-turbós. Igazából dísz. Úgyhogy... igen, már jönnek is érte a kocsival. Hát igen. Ennyi lett volna a mai nap, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis szösszenet, kis összevágás. Úgyhogy igazából találkozunk legközelebb is. Sziasztok!